Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mindenkinek vannak vágyai, reményei, kívánságai, és vannak bizonyos napok, amikor kívánhatunk valamit. Mivel ez a nap kihat az életünkre, kihat a sorsunkra, én ezeket a napokat sorsdöntő napoknak nevezem. Van, amikor ez a kívánság közel áll hozzánk, és megvalósítható, bízunk benne. Vannak sorsdöntő napok, amikor elveszítjük ezt a bizalmat, és ingadozunk, és van sorsdöntő nap, amikor megvan ez a kívánság, megvan ez a remény vagy vágy, de úgy érezzük, hogy túl messze van, minden olyan elérhetetlen. Lehet, hogy egy ilyen napon nem csak nálatok érezhető ez a bizalom vagy bizonytalanság, az a gondolat, hogy ez olyan távol van és elérhetetlen, hanem kihat a lelki társatokra is. És egy ilyen napon akkor ő visszahúzódó, vagy olyan bizonytalan. Én ezzel a felvétellel mutatom ezeket a sorsdöntő napokat. A következő ilyen nap, ami befolyásolja a mi vágyainkat és álmainkat, ez február 18-a. A mai napon úgy érezzük, hogy ez a kívánság szinte elérhetetlen. De mint mondtam, lehet, hogy a lelki társatok bizonytalankodott el. Ehhez készítettem most egy jóslást, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy erősítsük a hitünket, bízzunk ebben, ne adjuk fel. Vagy, ha ez nem rátok vonatkozik, hanem a lelki társatokra, és ti érzitek, hogy ő most visszahúzódó, mit tudtok annak érdekében tenni, hogy javuljon a helyzet. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. A mai napon kívánhatunk valamit, de ma kell, hogy erősítsük a belső hitünket. Milyen kívánságról van szó? Szerelemről? Akkor figyeljetek oda az angyalokra, ott alattuk van ez a szív, és itt szeretetről, szerelemről van szó. Ha a kívánság az anyagiakra vonatkozik, egy nyereményre, vagy szeretnétek, hogyha a pénzügyi dolgok rendeződjenek, ha erről van szó, akkor figyeljetek oda erre a kincses ládára. Amennyiben hivatalos dolgaitok vannak, vagy egy bírósági ügy, vagy egy szerződés, akkor nézzetek oda erre a papírtekercsre, ezzel a piros masnival. Ha ajándékról van szó, vagy kreatív munkáról, akkor ott van az az ékszer, ez a brosz. Amennyiben kell egy kulcs, mert vesztek egy új autót, vagy van egy új lakás, egy új ház, és ezzel a kulccsal szeretnétek kinyitni ezt az ajtót, akkor figyeljetek oda arra a szív alakú kulcstartóra, ott az angyalok mellett. Amennyiben spirituális dolgokról van szó, és ott szeretnétek kibontakoztatni a ti tehetségeteket ezen a területen, akkor figyeljetek oda erre a füstölőre. Mindenkinél lehet egy kívánság, és most megtekintjük azt, hogy valósul ez be. Ennél a kirakásnál láthatjátok az asztrológiai szimbólumokat. Nem úgy van felépítve, mint ahogy ismerjük a naprendszerünknél, hanem az indiai asztrológia szerint a hold a hétfő nap felett uralkodik. Kedd felett Mars bolygó, szerda
felett Merkur bolygó, Jupiter uralkodik csütörtökön, pénteken pedig Vénusz, szombaton Szaturnusz. A vasárnapi napon pedig a nap uralkodik, az ott középen van, ahol a kívánságok láthatóak. A felső kép mutatja a hold energiáját, és a hold energiájánál, ami belsőnkről, ami érzésünkről van szó. Itt kell a kiegyensúlyozottság. Ahogy látjuk a képen az érméket, az érmék a föld elemét szimbolizálják, tehát ez utal reális dolgokra. Más szóval úgy tudnám kifejezni, ez a kívánság megvalósítható, de kell a belső nyugalom, a belső egyensúly, ez a kiegyensúlyozottság. A következő képnél láthatjuk a Mars bolygónak a szimbólumát, az jelentheti azt, ahova be kell fektetni az erőnket, vagy utal egy férfire. Most megtekintjük ezt a kártyát. Ezen a kártyán látható a hetes szám, és az a hold energiájára utal. Legyetek inkább visszahúzódóak, és várjatok arra, amíg ő jelentkezik. Ha itt álmokról vagy tervekről van szó, akkor ügyeljetek a belső énetekre, a vágyaitokra, az álmaitokra, az érzelmekre. A kelyhek is az érzelmekre utalnak. Minden kehely szimbolizál egy álmot, egy kívánságot, és ezt megtölthetitek. Ha ebben hisztek, akkor ez megvalósítható. Ha ebben nem hisztek, akkor nem lesz belőle semmi. A következő jel az a Merkur bolygónak a szimbóluma, és itt kommunikációról vagy egy hírről van szó, esetleg valamilyen szerződésről vagy terminekről. Itt ezen a képen látható egy király, és ez a király uralkodik a tűz eleme felett, mutatja bátorságát, a lelkesedését, az erejét. Az lehet, hogy itt lesz kommunikáció egy férfivel, aki segít nektek, vagy lelkesít benneteket, de ez a kártya mutathatja a ti tartásotokat is. Ne túl érzelmesen beszéljetek arról, amit szeretnétek elérni, inkább olyan határozottan, és hozzatok fontos döntéseket. És most megnézzük Jupiter bolygó energiáját és a hozzá tartozó kártyát. Jupiter bolygó szerencsét hoz. Szerencsétek lesz, mert ez a terv, ez az álom, ez a kívánság megvalósul. De a kártyán láthatjuk ezt a toronyt. Ha félelmeitek vannak, vagy bizonytalanok vagytok, és fogva érzitek magatokat, akkor ez a kívánság nem tud megvalósulni. Ez a torony utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre is, akkor Jupiter bolygó szerencsét hoz ezen a területen. És most megtekintjük Vénusz bolygó hatását, illetve a hozzá tartozó kártyát. Vénusz bolygó utal a párkapcsolatra, és ránk hölgyekre is. A képen látható a négyes szám, nálunk, hölgyeknél most fontos a biztonság érzete. Nem csak ami az anyagiakat illeti, hanem a párkapcsolat terén is. Hogy kellene most viselkednünk? Azt mutatja ez a férfi a képen. Ne a külső dolgokkal foglalkozzunk, hanem tekintsünk befele, őrizzük meg a belső nyugalmunkat, képzeljük el, hogy a párkapcsolatban minden jóra
fordul, és oda kellene figyelni a belső hangunkra. És most áttérek a Szaturnusz bolygó energiájára. Szaturnusz bolygó kihat a mi sorsunkra, és tanít bennünket, mire kellene odafigyelni. Ezen a kártyán látható az egész világ. Ezek lehetnek utazások, külföldi kapcsolatok, internetkontaktus is. De a képen látható a mi energiamezőnk, amit mi aurának nevezünk. Amit mi kisugárzunk, pontosan azt kapjuk meg. Erre kellene most odafigyelni. Honnan jön ez az energiamező? Belülről. Mégpedig, ami a gondolatainkat illeti, és az érzelmeinket illeti. Erre kell odafigyelni. Bízzunk magunkban, de ne csak ebben, hanem a párkapcsolatban, abban is, hogy egy kívánság megvalósulhat. És pontosan erre utal ez a sors nap február 18-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!